Következő napi pontunk a 2017. évi önkormányzati gazdálkodás 3/4 éves teljesítéséről, 2017. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása. Itt meghívott vendégünk Kállai Sarolta, akinek a szót át is adnánk, pénzügyi gazdálkodási munkatársunk. Saci, parancsolj! Igen, a múlt héten kiküldésre került a 17 évi költségvetésnek az első 3/4 évi teljesítése. Itt mellékletként táblázat formában tartalmazza az önkormányzat, illetve intézményei és összevontan is az első 3/4 év teljesítését. Itt fontos elmondani, hogy az előirányzataink nagy mértékben már első 3/4 évben teljesültek. Ez kiadás oldalon egy közel 80% teljesítés, és bevétel oldalon 88%-a teljesült az előirányzatnak, ami 397 millió forintot tesz ki. Ennek a működési bevétele 86,6% volt, ami nagyon jónak mondható. Itt a helyi adó bevételek kapcsán nagyon szépen teljesültek a befolytadók, ugye 123 millió forint az előirányzatunk, 122.667.210 forint már befolyt az első 3/4 évben, ami a működésünket nagyon szépen megalapozza, és a beruházásoknak ugye szép szerepet adott. Kiadások tekintetében a személyi juttatásokra közel 100 millió forintot költöttünk, ezekhez kapcsolódó járulékok 22,5 milliót tettek ki. Ez ugye előirányzat kapcsán azért tapasztalható némi csökkenés, mert ugye változtak a járulékok, a terhek. Dologi kiadásban 95 millió forintot költöttünk, ellátottak pénzbeni juttatásai 3,3 millió forint. Ez a szöveges előterjesztésben kiolvasható, hogy miből jöttek ki. Rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatást, közgyógyot, illetve rendkívüli települési és temetési segélyt is osztottunk ki. Tartalékunk közel 9,5 millió forint, ami nagyon szép összeg, a jövő tekintetében is körülbelül ezzel a 10-15 millió forinttal kívánunk szervezni, és a következő évben ezzel az összeggel nagyjából fogunk tudni fordulni is, illetve amiről polgármester úr beszélt, és a fél évi beszámolóban is már elhangzott a beruházások és felújításoknak a keretösszege. Itt a legnagyobbodott, magasabb előirányzat ugye a víziközmű fejlesztés kapcsán egy közel 25 millió forintot tesz ki, és ezzel emelkedett meg nagy részt az előirányzatunk. Ez ugye, úgymond plusz-minuszban szerepel itt az előirányzatok kapcsán, hiszen üzemeltetésbe átadtuk a fővárosi vízműveknek a víziközművünket, ami fél éves elszámolásban bérleti díj kapcsán számlázásra kerül, és így történik az elszámolás velük, illetve külön táblázaton a beruházások is szerepeltek itt a mellékletben. Nem tudom, hogy így a 3/4 év kapcsán ezt mennyire bőven kívánjuk megbeszélni, szerintem a fél év során ezt megtárgyaltuk. Ugye ebbe a 3/4 évben a iskola udvar 2-es üteme volt, ami befejeződött, illetve nagyobb összeget tett ki. Ez közel idén 7,8 millió forintunkba került, illetve kisebb beruházások, felújítások voltak, mint a kamera felhelyezése például. Hitelállományunk 13,192 millió forint a 3/4 év végén, amit a iskola étkezőre vettünk fel. Viszontlátásra. Illetve a helyi adó kapcsán. Bocsánat.
Itt körülbelül az előirányzataink javarészt minden adónemben teljesültek, nagyon szépen folytak be az adók, de továbbra is azért magas adótartozást tart nyilván az önkormányzat, amit folyamatosan tisztítanak a kollégák, és szólítjuk föl erre, hogy fizessék a adókat. Ennél magasabb előirányzattal nem tudunk biztosan számolni, bár most jelenleg ugye már majdnem átléptük a tervezett összeget, de itt a negyedik negyed évben csak a decemberi feltöltések lesznek majd várhatóak, amivel nem tudunk minden évben biztosan számolni, hogy ez magasabb vagy alacsonyabb összeg lesz. Úgyhogy körülbelül ez a 123 millió forint ez tarthatónak bizonyul, és ez nagyon szép keretet ad a gazdálkodásunknak. Állami pótelőirányzatok voltak, mint ahogy a fél év kapcsán is beszéltünk róla. Ez volt a bérkompenzáció, ez az óvoda és a iskola étkező kapcsán merült föl. Előző évi elszámolásokból volt bevételünk, kiadásunk is, illetve a pedagógus bért támogatták állami pótelőirányzattal, illetve a polgármesteri bérnek az emelését, és a művelődési ház kapcsán kulturális illetmény pótlékot kaptunk még. Nem tudom, hogy esetleg kérdés van-e így a első három-negyed év gazdálkodásához. Nekem gyakorlati kérdésem az volna, hogy ezt a rendeletet, amit most mi itt látunk, és egy kicsit így belementél, azt most nem mondjuk végig, mert ez egy A4-es oldal, tehát mutatom a tévénézőknek is, hogyha, hogy ezt ne soroljuk most végig. Hát nagy számokban ezt annyit tudok, vagy a magam részéről annyit gondolnék elmondani, hogy most jóval a 400 millió forint fölött lesz a költségvetés, mint DMRV, stb. Mindenféle elszámolások benne vannak. Annyit azért érdemes tudni, hogy 300 és 330 millió közötti éves büdzsével vettük át a települést. Most ugye bőven 400 fölött leszünk. Mégis azt mondom, hogy a 400-410 körül fogunk beállni éves költségvetés. Azért majdnem egy negyeddel több, mint most egy kicsit azért túlzok, de egy 20%-kal több, mint amivel átvettük, azért ez számít, mindenképpen számít. Nyilván több pénzből azért a beruházásokat is jobban tudjuk finanszírozni. Én azt gondolom, hogy az új kolléganőnk nagyon szépen összefoglalta, úgyhogy az összefoglalóhoz is most itt a kamerák előtt gratulálok, Saci. Nagyon szépen köszönöm. Illetve most szerencsénk van, mert a következő napirendi pont az már érinti a helyi adóügyeket is, és itt van az új kollégánk a adóról, Repelszkin Elter Anikó. Szia, Anikó! Te most szerepelsz először itt a tévékamerák előtt. Azt megkérhetném, Csilla, hogy ezt a hátsó mikrofont ezt kapcsoljuk ki, mert előbb-utóbb ki fogjuk oltani egymást. Köszönöm. Tehát ha bárkinek kérdése van, talán nem baj, hogyha most itt föltesszük, nem tudom, hogy tudod-e fejből ezeket az adatokat. Tehát tulajdonképpen, amire létrehoztuk az adóosztályt, arról azért mondjuk néhány szót, hogy napi ügyekben mit csináltok, hol jártok, aztán majd lépünk tovább a következő napirendi pontra, de ez most egy kicsit érinti. A Saci említette, hogy azért hordozunk még magunk előtt egy adótartozást. Hozzá szeretném tenni, kicsit előve a poént, hogy nem most keletkeznek ezek az adótartozások, hanem ezek az előttünk lévő adótartozások, amiket próbálunk kitisztítani és fésülni. Azért szoktak itt emberek állni tartozásos csekkekkel, úgyhogy ennek nagyon örülök. Anikó, néhány szóval csak foglalad össze, hogy mivel foglalkoztok ti most az adóosztályon. Hát a helyi adók, ugye, azok töltik ki, bevallásokból dolgozunk. Építményadó, iparőzési adó, gépjárműadó, illetve idegenforgalmi adó. Nagyon nagy feladatunk most, ami előttünk áll, ez a programváltással kapcsolatos. Nagyon sok adatot kell megtisztítanunk. Régi adatokból dolgozunk, egy doszos rendszerben, és itt az... Bocsánat, ideje. Országos, tehát nem mi nem cseréltük, ez egy országos rendszer. Az adóprogram, ez szerintem több mint 20 éves. Az adataink is, nagyon sok adat, nagyon régi. Amikor még ezek az adatok bekerültek az állományba, hiányosak voltak. Alapvető születési hely, édesanyja neve, születési név,
nagyon sokat nyomozunk. Vannak adatállományaink, amikből tudunk keresni, a földkönyvből, illetve személyes egyeztetések is zajlanak. Nagyon nagy feladat. Az államkincstár nyújtja a technikai hátteret, hogy szűrni tudnak, és velük mostan a hatodik kör, ilyen adattisztítási körnek hívják ezt. És sok-sok idő eltelik ezzel, hogy ezt hát adattisztítást végzünk. De ez mellett az új tulajdonos változásokat is igyekszünk nyomon követni és felszólítani az új tulajdonosokat, hogy bejelentkezzenek, a régiek, hogy zárják le a múltjukat. Sok folyamatban lévő ügyünk van, de ez zajlik, és ez építményadó tekintetében igyekszünk, törekszünk, hogy javuljon a helyzet. Iparőzési adóval kapcsolatban is kiküldtük a fizetési felszólítóinkat, mai nap az utolsó 30 darabot, úgyhogy sokat ezekkel dolgozunk. Hát nagyon szépen köszönjük, ugye tulajdonképpen a mi képviselőtestületünk hozta létre ezt az adócsoportot. Nem akarom a jegyző úrnak a szerepét elvenni, de azért két évvel ezelőtt eléggé vakartuk a fejünket, hogy a nyugdíjba vonuló kollégák, illetve az egész hivatalnak az strukturálása, építése és új személyek megtalálása, hát lesz, tudunk-e majd embert találni, aki ezt tovább viszi. És azt kell, hogy mondjam, nem szeretném elkiabálni, de most már hosszú hónapok együttműködése és együtt dolgozása után azt kell, hogy mondjam, hogy kiváló új kollégonőkre találtunk. Ezért mi nagyon hálásak vagyunk, és nagyon szépen köszönjük nektek a munkátokat. Ugye még január 1-en lesz egy váltás, ami a Himer Anni néninek a helyét jelenti, és azt tudom mondani, hogy ugye van benne szülési szabadság is, aki szülni van. A Zsófi személyében őt is nagyon jól tudtuk helyettesíteni, találtunk olyan személyt, a Herr Tamásnak, a Datának a személyében. Takarító személyzet és kézbesítési személyzet nagyon felelős terület. Azt gondolom, hogy Busz Péter Jolán személyében nagyon jó erőre találtunk. Tehát csak annyi, hogy az Anni néni helyére 16-an adták be a pályázatokat, tehát tulajdonképpen válogatni tudtunk. Ez a mai önkormányzati és hivatali szinten, ez mondhatnám azt is, hogy azért ritka, de nagyon hálásak vagyunk, és azt kell, hogy mondjam, egy ilyen hivatali állománnyal, természetesen itt gondolok a mellettem ülő kolléganőre, aki is itt most teljesen ingyen és bérmentve ül itt, soha ezért a munkájáért plusz pénzt nem kért és nem kapott, ezt is ki kell mondani. De tulajdonképpen ugye most itt utalunk vissza azokra a kérdésekre, amik itt egy órával ezelőtt felhangzottak, ez a település azért, mert mindenki kicsit többet tesz bele, mint ami tulajdonképpen elvárható volna, és ezt nagyon szépen köszönjük, és azoknak a kollégáknak is, akik nincsenek jelen, de mégis a hivatalnak a sorait erősítik. Most egy kicsit eltértem a tárgytól, de én nagyon köszönöm a munkáját az adóosztálynak is, illetve a pénzügynek is, persze a titkárság területén is, ami nem csak titkárság, jóval több, de ezzel most már elég volt a jóból. Szóval van egy határozatunk és van egy rendeletünk, amelyet én azt kérném, hogy egyben szavazzunk meg, és adott esetben fogadjunk el. Természetesen itt azt gondolom, hogy nagyon új számokat a képviselőtestület nem lát, hiszen ezekről folyamatosan tájékoztatva vannak és vagyunk. Bárkibe kérdés belefolytottam volna-e, akkor azt kérem, hogy jelezze. Ha nem, akkor én azt kérném, hogy a határozat, illetve a rendeletnek az elfogadásáról, aki egyetértve, azt kérem, hogy készfelemésre jelezze. Nagyon szépen köszönöm, akkor ez is egy egyhangú szavazással tovább mehet. Saci, hogyha azt megteszed nekem, hogy a negyedik napi rendi pontnál még vagy, és utána pedig elengedünk téged. Javaslat a helyi adókról szóló rendelet, valamint a mezei őrszolgálatról szóló rendelet felülvizsgálatára.
Merészen mondom, és fölvállalom teljes melszélességgel, hogy kértem az adóosztályt egy olyan adó nemnek a kidolgozására, amivel a közutaknak az állapotát javítani tudjuk. Márpedig azért van, hogy a település is valamilyen szinten értelmileg és tulajdonosilag is fedezze föl, hogy milyen feladatokkal küzdünk. Ez a gondolatom onnan támad, hogy nagyon sok ember jön be azzal a kéréssel, hogy újítsuk föl az útjaikat. Klasszikus példa azt hiszem az Erzsébet királyné utca, ahol évente keletkezik nekünk 30 kötőjel 50 darab kátyú, csak az Erzsébet királyné utcában. Egyetlen dolog miatt, a víz miatt. Tehát minden tervező, akivel mi dolgozunk, mindig elmondja, hogy azért a víz az úr. Tehát a vízzel vezetéseket kell úgy megoldani, hogy ezeknek ne lehessen lehetőségük szétmarni, szétfagyni egy aszfaltot. Ha most magunk előtt van az Erzsébet királyné utca, ez egy nagyon jó helyen megépített utca, egyetlen problémája van, hogy befelé lejt, és az összes víz a belső területeken jön össze. Most itt november közepén szépen leesik, elpárolog, minál nem sok esélye van. Az összes árok be van temetve, egy kivételével, ezt is megjegyzem azért, tehát ott parkolnak az autók a házak előtt, ahelyett, hogy a víz parkolna ott. És tulajdonképpen ebből adódik ezek a rossz útminőségek. Úgyhogy én arra kértem az adóosztályt, hogy próbáljanak meg egy olyan adónemet kidolgozni, vagy egy olyan adónembe, már jelen adónembe már belecsempészni, egy olyan adóemelés mértéket, amivel mi tulajdonképpen egy-egy útszakasznak a felújításánál a felszíni vízelvezetést meg kell, hogy oldjuk. Azt tudni kell, itt mondjuk majd azért nézek félszem a jegyzőre is, hogy elvileg az elfolyó vízzel kapcsolatosan, hát közterületre nem folyhatnának. Az önkormányzattal szerződésbe kellene állni, hogy nekünk ott elfolyó vízünk van. Hol jelenik meg ez az elfolyó víz? Ugye összegyűlik a tetőnek a felületén, egy csatornába, és zsuty ki a településnek az utcáira. Rengeteg vizet jelent ez. Most az Anni felé nézek, hogy emlékezz vissza, amikor az óvodának az udvarát csináltuk, terveztük és kiviteleztük. Az óvodának a szomszéd ingatlanjai össze voltak gyűjtve a csatornák, és így álltak át az óvodába, az óvoda udvarára, és zubogtak át eső alatt a vizek. Természetesen ők ezt kiavították, miután felhívtuk rájuk rá a figyelmüket. Nincs ezzel semmi probléma. De mondjuk egy téli időszak esetén, amikor a tetőn van 10 centi hó, ami nappal megoldad, kiszalad a járdára és az úttestre, és újra visszafagy napról napra. Tehát ugye ezért is nehéz teljesíteni minden lakos kérését, hogy csúszásmentesek legyenek az utak. Mellékesen teszem hozzá, hogy az ingatlan előtti járda az mégiscsak az ingatlan tulajdonosnak a felelőssége, tehát erre azért kérjük a lakosságot, hogy figyeljen oda. No, itt vagyunk. Az én indítványomra az adóosztály tett egy olyan javaslatot, amit nyilvánvalóan majd a költségvetési tételekkel közösen a bizottság és képviselőtestület ülésére terjesztenék elő. Anikó, tudsz erről nekünk néhány szót mondani, vagy adatot, ha a mikrofonodat bekapcsolod. Köszönöm. Úgy tudom, hogy mellékletben megkapták a képviselőtestület tagjai ezt a módosítási javaslatot, hogy új adónem bevezetését azt nem javasoltuk. Viszont az építményadó mértékek emelésével esetleg eszközölni lehetne egy kis többlet bevételt. Ennek a részletezése benne van a olvasható a mellékletben. Úgyhogy a környezettelepüléseket néztük, tehát a rendelkezésünkre álló adatokat kigyűjtöttük. Azt nem tudom, hogy az nem volt mellékelve. De nyugodtan mondjuk róla néhány szót erről, hogy mi hogyan állunk ezzel. Túl nagy eltéréseket nem látunk. Van egy-két település, ahol települési adó néven, de azt is nettó jövedelemtől, tehát azt attól teszik függővé, hogy ilyet szednek, települési adót. De a telekadó, mint olyan, ami nálunk ugye nincsen, olyat is kivetnek az üres telkekre, és hát az építményadó mértékek azok
változóak, mert 20 forint négyzetméterenkénti adómértéktől 1000 forintig vannak, és e fölött pedig a városokban találjuk az adómérték összegét. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója szerint az építményadó maximális összege 1846 forint per négyzetméter. Azért mondjuk el a lakosoknak, hogy mi most hol állunk. Nálunk 100 forint az egyéb építményekre, 130 forint a lakóházakra, és az üdülépületek esetében pedig 680 forint négyzetméterenként az építményadó mértéke. Jó, a 680 forintnál ott van benne van nekünk, ugye a szemétszállítási díj. Ez is meg fog jelenni majd a költségvetési soron, amit nekünk ugye most tovább kell utalni a Nemzeti Hulladékkezelő Vállalatnak, NHKV. Erről cikkeztem a előző Bogdányi híradóban. 3,8 millió forintról beszélünk. Azért hiányzik. Na jó. Itt ebben a mellékletben összesítve látható, hogy hány forintos emeléssel mennyi előírás növekedés várható. Ezt nem kívánnám felolvasni. Jó, András, parancsolj. Csak egy próbáltam lefordítani magamnak, tehát ez egy olyan, mondjuk a lakóépületeknél a legkisebb az olyan 15%-os emelés jelent. Igen, igen, a 20 forint. Csak hogy lássuk azt, hogy nem csak az, hogy 20 forint, meg 30 forint, hanem ez 15% az. Lehet, hogy alacsony összegről indulunk, de mégis ez egy számottevő. Ajánlom megfontolásra. A másik pedig eddig is megkülönböztetett volt az iparűzési adóval terhelt, úgymond terhelt ingatlanoknak a eltérő adója? Tehát, ha jól értem, ez a plusz 80 forintos emelés, ez rájuk vonatkozik. Nincs megkülönböztetve sajnos az egyéb építmények. Tehát van, akinek a garázsa számít egyéb építménynek, de van egy iparűzési tevékenységet folytató társaság, illetve... Tehát oda van bejelentkezve egy vállalkozás, akkor... Egyéb számít például egy, mondhatom, hogy mosoda, vagy pékség, vagy étterem, ami elég nagy alapterületű. Például ez az étterem alap építményének a hasznos alapterülete, egyéb építmény, és ugyanúgy 100 forint az építményadóra, mint valakinek a garázsa, vagy szerszámtárolója. Vagy jó, az önben van, csak... Ez egy tervezet, hogyha ha megkülönböztetnénk az iparűzési tevékenységet. Tehát akkor eddig nem volt ez megkülönböztetve, hanem nem volt még eddig nem. De akkor ez vonatkozna az egyéni vállalkozóra is, nem? Tehát az ő lakására, mert oda van bejelentkezve a vállalkozás. Nem a lakás, az egyéb építményre. Ez csak az egyéb építmény? Igen, ez a... Ja, igen, mert azzal kezdődik, hogy egy... 80-100%-os, igen. Azért hívtam be az Anikót, hogy tájékoztasson titeket. Nyilván ezt ma itt erről nem is tudnánk dönteni, hanem a Balázsra nézve kérem, hogy a pénzügyi bizottság foglalkozzon majd ezzel, amikor a költségvetéseket rakjuk össze, hogy már látjuk. Ez tulajdonképpen egy ilyen bő 5 millió forintos bevételt jelentene az önkormányzat számára. Ez tulajdonképpen a... Hogy is mondjam, látunk nagyjából költségeket már tervezett utakra. Ha most a József Attilára nem mondok pontos számot, nagyságrendileg egy bruttó 20 millió forintról beszélünk. Aminek ez a tétele mégiscsak az egy negyede. De ha azt mondjuk, hogy 5,2 bruttó, akkor nettó 3,7. Azért ebből már azért járdaszakaszokat lehet építeni, tehát mondjuk az már egy járda a József Attila utcába, ahol mind majd az épületekről leszaladó vizet bele kell tenni a járda alá, hogy közvetlenül az úttestnek a felszíni vízelvezető részébe kerüljön. Tehát ezek mindenféleképpen plusz költségek, hogyha ahhoz szeretnénk eljutni, hogy tényleg nyugati minőségű útjaink legyenek. Ezért indítványoztam én ezt a kérdést. Az más kérdés, hogy jövőre oda kerülünk-e, hogy valóban ezeket a nagy útfelületeket meg tudjuk-e kezdeni, avagy még egy évet várnunk kell. Ez a költségvetési tárgyalásoknál fog kiderülni. Minden esetre azt gondolom, hogy ezt a település elbírja. Többek között ugye hát mi is ezen a településen élünk. De menjen a pénzügyi bizottság elé, mondja a bizottság a véleményét, és akkor itt szeretném kérni a Balázst, hogy egy
képviselőtestületi és pénzügyi bizottság egy idei ülését kérvényezném el, tehát hogy mindenki ott van a képviselőtestületben, és mindenki itt van a pénzügyi bizottságban, hogy ezeket a kezdeti részleteket is együtt már meg tudjuk beszélni, és nem kell, hogy ez egyfordulós legyen, mint mondjuk a bizottságoknak általában, hanem legyen ez kétfordulós. A Saroltával mi már dolgozunk a költségvetési terveken. Eddig könnyebb volt, mert azt mondtuk, hogy iskola, és akkor volt mondjuk egy költségvetési tervünk, most már azt mondjuk, hogy A, B, C és D terv is van. Mit, hogyan sakkozunk össze a legjobban. Pályázati pénzeken nagyon sok múlik a jövő évben. Ha egy pályázatot nem nyerünk, akkor lépjen be a B változat. Ha egy másik esik ki, akkor lépjen be a C változat, és a többi. Bízom benne, hogy minden tévénéző érti, aki nincs itt jelen, hogy a képviselőtestület akkor lenne a legboldogabb, hogyha már mindent egy év alatt rendbe kéne tenni. Ez az én számításaim szerint, ezt majd a felügyülésen kivetítem, 1,5-2 milliárd forintot emészteni fel a falu életébe. Az összes önkormányzati épületet, az összes utat, a tulajdonunkban lévő víziközművet, körülbelül, tehát milliárdokról beszélünk, és hát arra van évente 50 millió forint, tehát ez, bárhogy szakadunk meg, nem tudjuk ezt tovább feszíteni. Közel 100 millió forintot ugrottunk a kezdeti büdzséhez képest, de én nem, keretemért nem túllépve azért az önkormányzati rendszert nem látom elkényeztetve úgy országosan. Pedig szerintem könnyebb lenne mindenkinek, hogyha helyben lenne elég pénz, és mindenki szépen csinálná a saját területét. De ez már egy kicsit magánvélemény, ezzel nem szeretnék senkit sem megzavarni. Itt vagyunk, az én indítványom lenne, hogy erről beszéljünk és döntsünk. Jó, Balázs, akkor majd egy bizottságot így úgy, tehát közösen szervezzünk, jó? Hogy, ha ezzel egyetért a képviselőtestület, hogy nem kell erről még novemberben szavazni, csak muszáj kihasználni a november végi időszakot, illetve a december elejét, hogy a költségvetés tervezése az előre és előre menjen. Érzőnök pedig. Csak az időbeniségét muszáj róla december 2-ig szavazni. Ahogy azt az előterjesztésben is kiküldtük, ugye a törvényi szabályozás folytán a fizetési kötelezettséget megállapító, adókötelezettséget megállapító, növelő, kedvezmény szűkítő szabálynál mindig van egy 30 napos hatálybalépési időszak, tehát a kihirdetéstől a hatálybalépésig 30 napnak el kell tennie. Ez azt jelenti, és mivel adókötelezettséget csak ugye naptári évre lehet terhesebbé tenni, évközben nem, ezért ahhoz, hogy január 1-én ezt hatályba tudjon lépni, legkésőbb december 2-ig ki kell hirdetni, az pedig azt jelenti, hogy előtte van a nap, legkésőbb meg kell alkotnia a testületnek. Hát így bocsánat, tehát mindenképpen november ülésre szükség van, de ez az adó emelés, még a költségvetésről nyilván az márciusig küzdhetünk vele. Azért is húztuk egy picit, mert ugye tavaly már itt novemberben erősen mentek a költségvetési tárgyalások, de itt azért a pályázatoknak az elbírálásáról, ugye most nyertünk egy orvosi rendelő pályázatot, 24 millió forint értékben, 4 millió forint önrész, erről beszélni fog a falu, bocsánat, 26 és 4 millió forint önrész. Várjuk nagyon bizalommal a Viszmajor pályázatot, Malom utca, Svábhegy utca, Táncsics utca vége, vízlevezetés, járhatóság és vízlevezetés, majdne a hordalékot hozza le. A Viszmajor keretbe ezek fértek bele. Márciusban tudjuk majd meg elvileg az óvodának az elbírálását. 340 millió forint pályázati pénz és 17 millió forint önrész. Tehát várjuk még azokat a tételeket, de a novemberi ülésre már azért tisztában, november végére tisztában fogunk látni, hogyha ez jó. Ezt kérném a képviselőtestületet, hogy novemberben még egy ülést, azt a közösen a bizottság, azt mindenképpen essünk meg. Aztán majd a szociális bizottságnak is, a szociális tűzifa területén az döntéseket kell hozni. Jó, ez egy tájékoztató lett volna. Bárkinek kérdése van ezzel, az Anikó az most megteheti személyesen. Azt azért meg fogjuk tenni, Anikó, hogy a bizottsági ülésre újra meghívunk titeket. Közösen elnézést kérünk, ugye ez egy plusz dolog lesz, de hát
ezt bele kell tenni, sajnos. Jó? Viszont a mezői rendeletről, felülvizsgálatról, arról is beszéljünk, az pedig a jegyző úrnak a területe, úgyhogy megkérhetném. Még akkor az adórendelethez egy gondolat, ugye az is, azt is kiküldtük, hogy jövő január 1-től, ahol építményadó településen létezik, ott annak tulajdonképpen egy alfaját be kell vezetni, az a, tehát egy új adótárgy lesz, ugye eddig az építményadó adótárgya maga az épület, építmény, ami az ingatlanon szerepelt, és a törvényi változás okán ez kiterjed a reklámhordozókra is. Tehát mindenképpen ezt szabályozni kell majd a rendeletünkben, az adó mérték pedig négyzetméterben kifejezve 0-tól 12 ezer forintig terjedhet évente, tehát ebben van a képviselőtestületnek mozgástere. Itt csak egy gondolat, minden olyan gazdasági reklámot érteni kell, ami nem a saját vagy használatban, tehát nem az üzlet úgymond, vagy a tevékenységre használt ingatlanon, hanem ettől eltérő ingatlanon vagy közterületen áll. Erről is majd akkor a bizottsági ülésen szót kell ejteni, és akkor amit a Gergely mondotta, a mezei őrszolgálatról szóló rendeletben, hogy a mezei őrszolgálatnak a bevétele tulajdonképpen három lábon áll. Van egy állami normatíva, egy állami támogatás, ami negyedéves elszámolásban utólag érkezik. Van az önkormányzat által mellé rendelt költségvetési forrás, és a harmadik lába pedig a mezőri járulék, ami a rendeletünk szerint ugye hektáronként 1000 forint. Ez a költségvetésünkben 300 000 forintos keretösszeggel van betervezve. Gyakorlatilag ez az összeg az egy egynegyedéves állami támogatást jelent a mezői őri szolgálat esetében, tehát ez a nagyságrend az éves mezői őrszolgálati mezőri járuléki bevétel. Itt az előterjesztés arra tesz egy javaslatot, hogy ezt a 1000 forintos díjat, ezt mint mentesség, tehát ez alól mentességet biztosítsunk az ilyen szántó, illetve mezőgazdasági terület tulajdonosnak, használójának. Hát ez tulajdonképpen egy ilyen erkölcsi vagy morális része volt a jegyzőnek, mert ő úgy érzi, hogy ezt, hogy úgy mondjam, a határt annyira nem járjuk és védjük, amiért ugye elvileg ezt az előző képviselőtestület még megalkotta ezt a pénzmennyiséget. Ezen kértem, hogy ezt a képviselőtestülettől kérdezzük meg, hogy tartsuk-e meg, vagy ne tartsuk meg. Tehát mezőri járulék. Csak azt én kérdezem, hogy nincs rá szükség? Tehát azért vonulunk inkább vissza erről a területről? Szükség van rá, nem erről van szó, hogy egy fő látja a mezőri szolgálatot a településen, a terület pedig akkor akár a külterület, akár az árt kerti részt nézzük, hogy nyilván az ő kereteit ezt jelentősen meghaladja, és ebből kifolyólag azért itt akár a szántó bérlők, használók részéről van olyan saját erős hozzájárulás is, ami azt gondolom, hogy méltánytalan lenne velük szemben még ezt is alkalmazni. András, szóval ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb területet fed le ez a mezőr, mint azoknak a terület, akik befizetnek ebbe. Ugye ez azt jelenti. Ugye, és azért... Sok kis terület van. Úgy értem én is, hogy tehát nem fizetős területeket fedünk le, és nem kevesebb figyelem jut a fizetőse, értem. Igen, hát tulajdonképpen ugye a falu és a falu belterülete, most legyen ez tűz, vagy bármi ilyesmi, vagy igen, bármilyen zárt kerti részen, tehát most a belterülethez szorosan kapcsolódó ilyen zárt kerti részek, azokat járják legnagyobb, vagy járja legnagyobb részben, és a külső, hát ez tulajdonképpen ez a 300 hektár határterület, amit hát még hogyha jár is, de
most ott vadkilövése vagy bármivel nem tud foglalkozni, és azért merült fel a jegyzőben, hogy nem biztos, hogy ezt a feladatot teljesítjük, hogy, hogy ennek ellenére ezt az adóformát tartsuk-e meg. Én minden pénznek örülök, de nyilván szolgáltatni is kell vele szemben, úgyhogy ezt... Ez 300 ezer forint, ez hektáronként 1000 forint tulajdonképpen, akinek ott a külső területei vannak a mezőgazdasági területen. Duna hosszú, tehát ezt, amit ők dolgoznak meg, és termési időszakban meg kint guggolnak és lövik a vadakat. Úgyhogy itt érezte a jegyző, hogy ez egy kicsit talán... Most azt mondom, hogy ez a szavazás is nyilván meg kell, hogy történjen, legkésőbb addig, amíg az adórendet módosítás. Most is, ha van konszenzus, most is lehet róla dönteni, de... Én azért vinném a pénzügybizottság elé nyilvánvalóan, de jó, de erről is érdemes elgondolkodni, illetve ha jártok azon a határészen, akkor azért vegyétek így figyelembe, hogy akár a mi embereinket is figyelembe véve, hogy mennyit tudnak ott kint mozogni nyilván. Kiesik a területből. Jó, ezt akkor majd újra napirendre tűzzük, amikor ennek már itt lesz az ideje. Most már nem tudom, hogy a határozatról, itt a rendeletről már szavaztunk, amit a Saci terjesztettek. Jó. Igen. Hát akkor a kolléganőknek megköszönjük, és köszönjük a beszámolót és a hozzászólásokat, jó? Nagyon szépen köszönjük. Jó, a következő az az ötödik napirendi pontunk, a Dunakanyarő Család és Gyermeki Jóléti Intézmény Fenntartó Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása. A Dunabudai Család és Gyermeki Jóléti Szolgálat szakmai programjának elfogadása. Itt tulajdonképpen egy elég skizofrén helyzetben vagyunk, tehát mi arról szavazunk, hogy a Szentendrei részből mi kiengedjük-e magunkat, és nem pont, de hasonlóan. Tehát azt tudni kell, hogy ez a Család és Gyermekjóléti Társulás, ugye ez Szentendrei központtal működik. Nekünk az volt a felvetésünk, hogy 5000 fő alatti településeknek, mivel állami támogatást kapnak egy ilyen szakemberre, érdemesebb kiválni, plusz egy szakemberrel bővülünk, aki helyi szinten tud napi 8 órában ezzel az üggyel foglalkozni. És hát azt is elmondhatom, hogy a régióból, ebből a társulásból egyedül, de mi ezt választottuk. Meg is van a kolléganő, aki január 1-jel munkába áll, és ha valóban a törvényi előírások szerint megkapjuk ezt a költséget, akkor nincs, én azt gondolom, mi szempontunkból nincs mit ezen túl sokat gondolkodni. Jegyző úr, ő a hivatalosabb ebben a részben, úgyhogy... Így a két határozati javaslat van itt az előteresztés, az egyik tényleg ez a részben skizofrén helyzet, hogy az a társulási megállapodást kell, hogy mi is jóvá hagyjuk, amiben mi már jövő január 1-től nem szerepelünk, de ugye idén év végéig még tagjai vagyunk a társulásnak, és így jogilag ez a helyes megoldás. A másik pedig, ami a jövőt jelenti, január 1-től a felálló egyfős szolgálatunknak a szakmai programja van itt, ezt már működési engedélyezéshez benyújtottuk, de itt is szükséges, hogy az önkormányzat, mint fenntartó, ezt egy határozattal elfogadja, és a december ülésen is lesz majd erről napirend, hisz a hasonlóan a védőnőhöz, ugye a, mint kinevezés jogkör gyakorlójánál a foglalkoztatásra kerülő kollégánk, jövőbeli kollégánknak ugye az illetményét azt meg kell állapítani. És most ez a két határozat lenne a mai napra. Jó, de tulajdonképpen erről mi már szavaztunk, amikor arról szavaztunk, hogy le szeretnénk válni, tehát most már olyan nagy logikai fordulatra nem számolunk. Nem. Az első ilyen.
Nem, az elsőnél is jóvá kell hagyni, hogy ja, van, társulás. De egyébként a társulás is megszavazta. Mondtuk nekik, hogy semmiféle kapcsolatbeli probléma nem keletkezik. Most, igen, tehát mondhatjuk azt, hogy mi minden információval el fogjuk őket látni, amit mi tapasztalunk. Tehát tulajdonképpen itt most nem megyünk ezen a külön úton. A jegyző úr és én sem láttuk ezt az állami finanszírozást. Tulajdonképpen évi 10 millióval vágták vissza a társulásnak a támogatását. És hát igen. Nincs másról szó. András, bocsánat. Csak azt szeretném kérdezni, mert mikor elindult ez a gondolkodása, akkor sokkal több település érdekelt ez a megoldás. Viszont, ezek szerint csak mi tartottunk ki. Mi nem látunk ebbe kockázatot, hanem inkább nyereményt látunk abban, hogy itt van egy kolléganő, aki nem heti kétszer jelenik meg egy külsős településen, hanem itt van napi 8 órában. Azért mondjuk a jegyző úrnak is rengeteg olyan szociális ügye van, amibe akár, ha belegondolsz a szociális bizottság esetében is, hogy mennyivel több információhoz tudunk jutni, hogyha ez... Jó, én csak azért kérdeztem, mert azt furcsálom, hogy ők nem mertek ebbe belevágni, ezt pedig hát valószínűleg ugyanaz... Lehet, hogy másképpen számoltak, nem egyelőre... Mert továbbra is egyetértek, csak egy kicsit ez lakott. Jó, minden esetre nekünk lesznek új információink, ezzel mi a környező településeket, akik egyébként nagyon jó viszonyt ápolunk, tájékoztatni fogjuk, és továbbra is el fogunk menni ezeknek a családsegítő üléseknek a megbeszélésére, és amit mi annak ellen nem leszünk tagok, amit mi látunk és tudunk, azt el fogjuk mondani. Úgyhogy, tehát egyszer a társulási megállapodás módosítását kell jóvá hagynunk, illetve a Dunamodern Család és Gyermek Szolgálat szakmai programjának kell elfogadni, talán szavazhatunk egyben, nem kockáztatunk ezzel semmit. Aki mind a kettőt jóvá, hogy elfogadja, ezt kérem, hogy két szemléssel jelezze. Köszönöm szépen. Jó, közeledik az évvége. Tehát mennyi van még? Bogdányi híradó 2018. évi tördelési nyomdai előkészítési munkának és nyomtatásának megrendelése, valamint a 2018. évi községi naptár elkészítésének megrendelése. Tehát a Bogdányi híradónak a nyomtatása, illetve a naptárnak az elindítása. Itt vannak azok a tételek, amit a jegyző úr állított össze. Én tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy a magam részéről sem árban, sem együttműködésben nem találok olyan tételt, ami arra kötelezne minket, hogy ezt a eddig is élő együttműködést felbontsuk. Kívánsz erről többet szólni, Józsi? Igazából szerintem minden ismert. A naptára a tavalyi árat kaptuk, az újság esetében pedig egy havi szinten egy leszámítva nettóban ilyen 3-4 ezer forintos differencia van az idei évhez képest. Nem jelentős tétel, és tényleg jó a munkakapcsolat, hogy így mondjam. Igen. Így van. Jó, hogyha maradhatunk ennél a szolgáltatónak, akkor készenlőzéssel jelezzük. Köszönöm szépen. Egyébként valóban jó az együttműködésünk előtt, tehát nincs ezzel semmi. Ügyön. Földgázvásárlás 2018-19. Évi intézmény energiafogyasztás biztosítására. Ezt is a jegyző úr vezette le, úgyhogy őt kérem, hogy tájékoztasson. A főgáz keresett meg minket egy ajánlattal, illetve talált meg minket egy ajánlattal az intézmények vonatkozásában. Ezt küldtük ki a képviselőtestület részére. Gyakorlatilag az a műfáz és az óvoda esetében nagyságrendileg 100-110 ezer forintos jelenlegi fogyasztással számolva éves szinten jelentene ez az általuk ajánlott ár megtakarítást. Tulajdonképpen ennek a lényeg, hogy jelenleg egy ilyen két tényezős árat alkalmaznak, ami bizonyos fogyasztásig egy
egy kedvezőbb, aztán egy bizonyos fogyasztás meghaladva pedig egy magasabb egységárat, egységáron számolják a gázfogyasztást. Ez egyenlítőd neki egy általány árban, és ez jelenteni ezt a nagyságrendi megtakarítást. A hivatalnál, mivel ott ugye jelentős most a fafűtés, ott ilyen kalkulációt nem tudunk most prezentálni, de a két intézménnyel együtt akkor a hivatal is ehhez csatlakozna. És ez egy 2 éves szerződés lenne. Jó, minden látható. Jó. Szavazhatunk erről is, tehát aki elfogadja a főgázért 3,26 forint per megazsúl plusz áfa összeg ajánlat, azt kérem, hogy készre is jelezze. Nekünk ez egy jobb ajánlat, mint ami eddig volt. Jó, a polgármesteri beszámoló következik. Az idő múlására tekintettel próbálom gyorsan összefoglalni. Megtörtént a települési arcolati kézikönyv második lakossági fóruma, ahol azt lehet mondani, hogy 200%-kal túl teljesítettük az előző fórumot, ugyanis megjelentek 2. Minden esetre ahhoz képest, hogy a véleményem szerint egy nagyon-nagyon fontos tételről volt szó. Nem baj, a szakmai részt nagyon erősen mögé raktuk, mind az új főépítész úrnak, a közbenjárás, a közreműködésével, a már felolvasott miniszterelnökségről kapott levelünkben is ez hallható volt, úgyhogy nagyon jó anyag készült el. Ez nekünk, a főépítész úrnak egy hatalmas könnyebbséget jeleztem a főépítész úrnak, hogy azokat vagyok hajlandó aláírni, akik a TAK-nak megfelelően nyújtották be a településképi véleményezésre az igényüket. Október 24-én volt egy Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség szervezésében a Tiszta vizet a pohárba polgármesteri kerekasztal megbeszélés, aminek lévén, hogy én elnökségi tagja vagyok a MASZESZ-nak, fölajánlottam, hogy én Dunabogdányban szívesen vendégül látom ezeket az embereket. Jelen volt Schmidt Jenő, Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének az elnöke, Szalóki Szilvia asszonya, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak az elnökasszonya, Kovács Károly, a MASZESZ-nek az elnöke, Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetségének az elnöke, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének az elnöke, Kurdi Viktor személyében pedig a MAVÍZ, a szolgáltatóknak a érdekképviseletéből. Ez az 5 személy még soha nem ült együtt, és azért szervezte a MASZESZ, illetve a TÖOSZ, illetve a MÖSZ közösen, hogy a polgármesterek információt kaphassanak a vízi közművek állapotáról. Ugye nem a mi szervezésünk volt, de szívesen helyt adtunk mi is, hiszen ezek az elmúlt 2 évben rengeteget foglalkoztunk a vízi közművünkkel, és még fogunk is, de azt kell, hogy elmondjam, hogy az itt jelenlévő emberek, kezdve a Schmidt Jenőtől a Kurdi Viktorig, azt erősítették meg, hogy jól döntöttünk, hogy önkormányzati kézben tartottuk a vízműközmű rendszereket. Nem akarok most politikai témákba belemenni, tulajdonképpen itt se volt politikai téma, hanem szakmai részek voltak, de azért nyilván a TÖOSZ is egy kormányzati pártú szervezet, és az ő szakemberek is azt mondják, hogy önkormányzati kézbe kell hagyni a vízi közműveket. Jöttek Gyuláról, jöttek Baranyából, tulajdonképpen azért első körben arra számítottunk, hogy a sportcsarnokban lesz ennyi elléghely, hiszen minden önkormányzat megkapta, de elég volt végül a kultúrház, de egy szakmailag egy nagyon-nagyon-nagyon magas szintű megbeszélés volt, és hát azért sokoknak új információkkal is. Múlt héten a fővárosi vízművek beszámolóján voltam jelen, ahol újra meggyőződhettem arról, hogy a fővárosi vízművek egy nagyon profin és amennyire még lehet piaci alapokon működő víziközműszolgáltató.
beszéltek a jövőről, beszéltek a minden településnek a helyzetéről, hogyan áll, hogyan nem áll. Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy egy elit alakulatba kerültünk bele, hiszen ha belegondolunk, a fővároson kívül a szigeti települések vannak benne, Biatorbágy, Százhalombatta, akit most vettek át, Tököl, ahol ők szolgáltatnak, Budakeszi, tehát egy nagyon szűkörű tagság ez, ahol ugye ők az egész világban munkálkodó tudásukat és képességeket hozzák haza, és teszik bele a magyar víziközművekbe, úgyhogy Dunabogdány esetében mindenhol ugye nagyon sok vízmintát vesznek, nálunk csak idén vettek eddig 36 vízmintát. Tulajdonképpen minden településen kivéve Kisorosz és Dunabogdány 100%-os vízminőséggel dolgoznak. Dunabogdányban volt egy 88,3%-os vízminőség, két dolognak tekinthető, hogy amikor átvették ezeket a méréseket, nyilván egyből megcsinálták a méréseket, és az első két mérésnél mértek még két adatot, ami rossz volt, és másik kettőt itt a hivatalban, ami rossz volt. Nyilván ezeket már kitisztították, kijavították, stb. Tehát tulajdonképpen a 36-ból 4 mérés volt az, de mondom, még az átvételkor, tehát májusban, amit javítani kellett, sem nagy eltérések voltak, de ragaszkodjunk a számokhoz. Azóta, amióta ezeket kijavították, azóta nem volt olyan mérés, ami rossz lett volna. Tehát azt tudom mondani, hogy nekünk a vízminőségünk a szigeti víznek a minőségével egyen rangú. Jó, itt volt a 8. osztály a polgármesteri hivatalban, ez most már 3. éve szokás, hogy a végzős osztályjal itt leülünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon érdeklődő és nagyon értelmes beszélgetés volt, hát fényképet elfelejtettünk készíteni, ezért nem került fel a Facebookra, de megígértem, hogy az ő általuk összegyűjtött véleményeket el fogom mondani a képviselőtestületnek. Ők voltak azok, akik október folyamán a mellékutak mérésében közreműködtek, tehát megvan minden mérésünk, hogy hány autó, hány gyalogos, hány terautó, tehát mindenféle jármű lebontva. Halad el az összes 11-esre becsatlakozó útra. Nagyon szépen mérték, ebből az igazgatóasszony készített nekünk egy számítógépes táblázatot, grafikonokkal, stb. Ők megszavazták, hogy ők melyik utcát újítanák föl. De meg kell, hogy mondjam, hogy nagyszerű érvekkel alátámasztva, úgyhogy ez egy a jövőre mutatóan, ez egy optimista gondolat a részemről, hogy jó kezekben lesz ez a település. Ugye elkezdtük a tüzéptelepnek az átgondolását, amiről cikkeztem is az újságban, az zárt edényekben való nagy mennyiségű kommunális hulladéknak a tárolását és az heti ürítését, hogy egy kicsit azért most, hogy már itt kitisztult a nemzeti hulladékkezelő és mindenféle új rendszereknek a jövője, marad a jelenlegi szolgáltató, illetve hát úgy marad, hogy FKF fog innen szolgáltatni, mert egyébként ők sem tudták megugrani ezt a lécet, ami most az állami előírás, viszont hála Istennek az FKF megugrottam, hogy el lehet képzelni, hogyha nem lenne itt az FKF az ő hátuk mögött, aki egy biztonságos hátteret, hogy akkor most újra ki kéne írni, újra új szolgáltatóval, melyik utcába kell bemenni, mikor jönnek, nem jó nekik a hétfő, akkor most legyen kedd, akkor a település emberének újra megszokni, hogy úristen, most már kedden kell kirakni, mert az elmúlt 5 évben miért hányszor kellett kirakni. Szóval volt itt már ezzel kapcsolatosan elég kavarás. Én annak örülök, hogy az AHK ugye most átment az FKF-be, hogy ők maradnak. Az én véleményem az, hogy természetesen 100%-os hulladékszállítás soha nem fog szolgáltató tudni végezni, de az előzőkkel összehasonlítva ők egy nagyon jó minőségű munkát végeznek, ez magánvélemény. Jó. Köszöntés ebben a hónapban, az elmúlt időszakban nem volt, úgyhogy
tulajdonképpen a polgármesteri beszámolommal ennyit szerettem volna elmondani. Bárkinek kérdése van, akkor azt kérem, hogy most jelezze. Jó, itt a kolléganő már osztja ki, ha jól látom, a naptárat, ugye? Ez a jövő évi rendezvényeknek a programjai. Hát 60 fölött van most is, tehát azt tudom mondani, hogy aki ezen a településen unatkozik, azon nem tudok már segíteni. Hát csak úgy viccesen mondta a feleségem, hogyha közmeghallgatás van, akkor én is, ő is bejönne, mert egyik hétvégén se vagyok otthon. Tehát ennyit a programokról. Tehát hihetetlen mennyiségű program áll rendelkezésre, és nézzük csak meg, csak ahonnan elindultunk. Kertbarát bár, Kertbarát Kör Egyesület. Magyarországi Németek Elhurcolásának Emléknapja, a Dunabogdányi Általános Iskola, Fábián Sebestyén Búcsú Katolikus Egyház, Magyar Kultúra Napja, Fakult Egyesület, tehát amiről itt beszéltünk, kerékpáros kirajzás, Bogdány Mozdul, borzsongás, Felvidék és Erdély betelepítettek Emléknapja. Tehát itt a civil szervezetek viszik előre tartalmilag, és erre próbáltam célozni, hogy mi a kereteit tudjuk megteremteni a településnek, de ez azt gondolom, hogy talán országosan is párját ritkítja, hogy ennyi civil szervezet ennyire aktívan működik. Újra köszönet a civil szervezeteknek és az egyesületeknek, hogy ezt a Dunabogdány településért tulajdonképpen ingyen és bérmentve megteszik. Azért hoztuk ide, mert tulajdonképpen én azt gondolom, hogy mivel mégiscsak az önkormányzat áll mögött, ezek mögött, az egyesületek mögött, a képviselőtestülettel szeretném tudatni, hogy ez lenne a jövő évi naptárnak a tartalma. Bence, te voltál ott azon a megbeszélésen, nem tudom, hogy bármi információt. Igazából nem nagyon tudok ehhez mit hozzáfűzni. Itt volt az összes civil szervezet, átbeszéltük az egészet. Egy dolog maradt még esetleg, ami szerintem a Lipart Andrásra hárul majd, illetve lehet, hogy Andrásra, hogy milyen legyen a naptárnak majd a jövő évi formája, magyarul a külalak, hogy nézzen ki, de hát ez igazából ugye, nagyon fontos minden évben, azért nagyon szép a községi rendezvény naptár, gondolom a jövő évre is van már valami ötlet, vagy koncepció, ha nincs, akkor majd még lesz, de hát mindig nagyon szép fényképek kerülnek bele, úgyhogy szerintem ezt a hagyományt megtartjuk. András, mikrofon. Éppen most... Micsoda? Jó, még nincsen. Az iskolát kértük meg, hogy gyerekrajzokat produkáljak, úgyhogy abból kaptunk most egy kollekciót, aztán abból lesz egy válogatás. Hogyha érdekli a tisztelt testületet, akkor lehet, hogy én ezt meg is tudom mutatni. Vagy később. Addig próbáljuk áthidalni, jó? Tehát jó, ez volt egy opció, vagy pedig fényképek, tehát olyan túl sok. Még egy dolog merült fel, ami érdekes lehet, illetve hát egy ötlet volt, akár a következő évre, az, hogy talán emlékeztek, hogy egy időben a Lipart András ilyen Anzix Annó, ilyen fekete-fehér képes lapokat rakott be egy kicsibe a híradóba. És arra gondoltam, hogy az is jó pofana, hogy egyszer megjelenne ilyen nagyobb méretben. Hát. És hát esetleg az felturbózni. Tehát most egyébként, ami így hirtelen kéznél van, ezek az iskolai rajzok, ezt... Rátok bízzuk. Tessék? Rátok bízzuk. Legyen szép. És kész. Jó, egyébként a naptárnak a külalakja az annyira jól meg lett csinálva, nem tudom hány évvel ezelőtt, hogy ez szerintem ez egy örökérvényű történet szerintem. Jó, egyetlen kérdés van itt. A Lajtermoki út időpontjának az egyeztetése, mivel ez képviselő, vagy hogy mondjam, községi szinten működik a testvérkapcsolat, én mindig ragaszkodom ahhoz, hogy a képviselőtestület bólincson rá, vagy ne bólincson rá. A mi ajánlatunk, amit utoljára kaptunk Lajtermokra, az a szeptember 27-től október 1-re datálódna a Lajtermoki út. Most az Anni rád nézek, nem voltam jelen már a déli megbeszélésem ma. Mikrofon.
Igen, hát pont ebben az időpontban lenne nekünk a 120 éves óvodánk, igen. És hát mondtam, hogy nincsen még gond, mert hát akkor maximum egy héttel előrébb hozzuk. Igen ám, de akkor kertbarátok, és tehát tulajdonképpen nem én találtunk időpontot, de aztán felhívtam Molnár Erzsit a kertbarátoktól, és Erzsi azt mondta, hogy ők teljesen segítőkészek abban, hogy ők átadják nekünk a szeptember 22-t az OVÉ 120 éves ünnepségére, és ők október 13-án, mert az első variáció az volt, hogy október 10-től 13-ig lesz a Lajtenbachi út, és így akkor most ez a hétvége felszabadul, és akkor október 13-án fogják ők a szüreti mulatságot megszervezni. Azt mondta az Erzsi, hogy ma lesz kertbarát megbeszélés. Itt, ő tulajdonképpen nagyon megígérte, szinte 90%, de mondta, hogy ő megerősítést kér a többi kertbarátoktól, és akkor holnap ő felhív engem, jó? Jó. De akkor így. Jó, akkor én visszajövök Lajtenbachba, hogy ez a szeptember 27-től október 1 az rendben lehet, hogyha a mi képviselőinknek is megfelel. Jó? Jó. Szeretném, hogyha a képviselőtestet nyilván minden tagja ráfigyelne erre a Lajtenbachi kapcsolatra, mert mégis ez egy... Ez már egy nagyon magas szinten működő történet. Nem lehet másképp csinálni, mert egyébként annyi ütközés lenne hát ezzel a naptárral. 65, azt hiszem, ha jól számoltam, ez azt jelenti, hogy több mint egy átlagosan minden héten. Jó. Akkor én ezt visszaigazolom, jó? A következő, ami itt még az egyebekben benne van, a Dunabogdányi Iskoláért Alapítványnak a kérelme. Ez itt ki lett küldve, ugye? Igen. Hogy tulajdonképpen egy 200 000 forintos tételt kérnének majd a kerítés megépítésére, ugye? Nem. Bocsánat. Civil. Ja, igen, bocsánat. Bocsánat, a civil... Jó, amit kaptak. Értem. Jó, én azt gondolom, hogy ez... Oké. Tehát ez tulajdonképpen nekünk innentől kezdve mindegy, hogy... Jó, ettől el tudunk térni. Azt gondolom, ez egy elég indokolt eset, hogy ezt megtegyük. Egyébként megköszönjük a iskola alapítványnak, hogy megfinanszírozza ezeket a tételeket, azért... Ezek azért komoly tételek. Most gondoljunk csak a játszótérre, vagy akár a kerítésre is. Jó. Mindenképpen azt mondtam az igazgatóasszonynak, hogy alakuljon meg, és ahogy amikor már próbál életbe lépni az ottani rendszer, akkor próbáljunk azért minél barátságosabb időpontokat kijelölni, az, hogy mindenki tudja használni. De tulajdonképpen ez egy logikus lépés. Gondoljunk bele, hogyha itt előbb-utóbb majd egyszer meg jelenik ez a hátravezető út is, mint település központ, hogy így összekötve az iskolával. Nyilván, amikor itt mi már zárunk, tehát munkaidő után, amikor illetve a takarító személyzet is zár, akkor nyilván ezeket a kapukat be kell zárni, tehát itt nem lehet egész éjjel átjáróház. Ezt az iskola részéről ezt így van. Illetve igen, arra is figyelnünk kell, hogy mi most azt mondjuk, hogy ne legyen, és valami bármi történik. Tehát olyan felelősséggel hárítunk akár az igazgatóasszonyra is. A korábbi iskola, ahol én dolgoztam, ott délután bezártak mindent, és nem engedtek. Általában az iskolának a 90%-a. Igen. Jó, a lehetőség megvan. Nyáron nyilván a gyerekek nagy része bent lesz a strandon. Nekem ez most itt nem volt világos, hogy sok biciklistát szeretnénk, de játszóteret biztonságosan, vagy nem. Szóval ez nekem egy... Így a kettő együtt nem megy nyilvánvalóan, de hát próbálunk mindenből kihozni a legjobbat. Jó? Aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy készen is jelezze. Jó. Akkor tulajdonképpen a nyílt ülésnek a részei ezek elfogytak. Nagyon szépen köszönöm a képviselőtestület tagjait, hogy ilyen türelmesen, most már lassan a negyedik órát is teljesítve, e hónapban is gondolataikkal és munkájukkal támogatták a képviselőtestületet.
képviselőtestület munkáját. Átalakulunk zárt ülésbe. A tévénézőknek megköszönjük, hogy eddig jelen voltak, és bízunk benne, hogy akkor a falugyűlésen találkozunk, ahol már előadásokkal készülünk. Köszönjük szépen önöknek, és viszontlátásra!